Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. április 21-én szerdán, a pontos idő 19 óra. Kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Költészetnapi szavaló verseny. Civil szervezetek támogatása. Véradások a közeljövőben. Minden évben április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük a költészet napját. Ez alkalomból a Mezőtúri Móri Zsigmond Városi Könyvtár szervezett online szavaróversenyt, amelynek az eredmény hirdetésére április 14-én került sor. Való versenyszó nem igazán illik ide, inkább azt kellene mondani, hogy vers ünnep. És igaza van ennek az ismerősömnek. Ezen az ünnepen, amelyet minden évben április 11-én József Attila születésnapján ünneplünk, a versek előtt, a költők előtt és a költészet előtt tisztelgünk. A versek igenis nagyon fontosak életünkben. Gondoljunk csak arra, hogy egy vers szíthat forradalmat, lángra gyújthat szíveket, szerelemmel, de adhat megnyugvást is. És ez a utóbbi nagyon fontos a mostani életünkben, hiszen ha elmerülünk egy versben, arra kis időre elfelejthetjük problémáinkat és a minket körülvevő feszültségekkel teljes környezetünket. Az idei évben a költészet napja alkalmából a könyvtáros kollégák arra gondoltak, hogy igaz, hogy nem a megszokott módon, tehát úgy, hogy tudjunk itt találkozni egymással, hanem online módon rendezik meg a szavalóversenyt. Sajnos ez az elmúlt évben, hogy a pandémia miatt elmaradt. Nagyon örülök annak, hogy nagyon sok versenyző jelentkezett a meghirdetett vetélkedőre, hiszen több mint 70-en neveztek be, és még határon túlról is érkezett szavalat. Én nagy tisztelettel szeretném megköszönni elsősorban a szervezők, a kollégák munkáját, és természetesen köszönöm mindazoknak is, akik beneveztek erre a versenyre. Én úgy gondolom, hogy méltó módon így meg tudtunk emlékezni erről az eseményről, a költészet napjáról, és hát a jó eredményt elérőknek pedig külön tisztelettel és nagy szeretettel gratulálok. Köszönöm mindenkinek még egyszer, és abban bízva zárom gondolataimat, hogy nagyon remélem azt, hogy a következő évben már, tehát 2022-ben a megszokottak szerint tudjuk megrendezni ezt a vetélkedést. Szavaló versenyünk már sok éves hagyományra tekint vissza itt a könyvtárunkban. De ez az első, amelyet ilyen formában rendeztünk meg, hogy a verseket videón küldték be a szavalók. 73 felvétel érkezett, aminek nagyon-nagyon örültünk. Eddig kistérséginek hirdettük a versenyünket, de idén azt kell, hogy mondjam, hogy országossá, sőt nemzetközivé nőtte ki magát, hiszen a határainkon belülről 8 településről és a határunkon kívülről egy településről, Zentáról is érkeztek versek. Minden szavalónak köszönjük a színvonalas verseket, szavalatokat. A kategóriák a következőképpen alakultak. Az alsó tagozaton minden évfolyamot külön zsűri értékelt. Az óvodás kisfiú versét az elsős zsűritagok hallgatták meg. A felső tagozatos tanulókat egy kategóriában értékelte a zsűri. És a középiskolás nagylányt és a felnőtteket ugyanaz a zsűri hallgatta meg. Városunk önkormányzata minden évben támogatást nyújt a bejegyzett civil szervezetek számára.
Idén április 30-áig adhatják le pályázataikat a civil szervezetek, amelyeket várhatóan május 14-ig fognak elbírálni. A részletekről Szűcs Dániel alpolgármester nyilatkozott. Mezőtúrváros önkormányzata minden évben segítséget nyújt a civil szervezetek számára. 2021-ben a bejegyzett civil szervezetek milyen támogatásra számíthatnak? Mezőtúra már régi hagyomány, hogy a mindenkori költségvetésben külön soron szerepelnek a civil szervezetek és azoknak a támogatása. Ez most 2021-ben sincs másként. Polgármester úr által elfogadott költségvetés idén is több millió forintot tartalmaz ezekre a programokra, ezeknek a civil szervezeteknek a támogatására. A most megjelenő pályázati kiírás azt tartalmazza, hogy a mezőtúron bejegyzett civil szervezetek, akik között többen működtetnek ugye sportegyesületet, vagy éppen nyugdíjas klubokat, különböző civil szervezeteket, ők 2021. április 30-áig adhatják be pályázatukat. Tóth Ádám kollégát kell keresni ez ügyben, és az április 30-ig beérkezett pályázatokat pedig május közepéig, várhatóan május 14-éig fogjuk elbírálni. Így várhatóan az elmúlt évekhez hasonlóan több mint 3 millió forint értékű támogatást tudunk kiosztani a különböző civil szervezetek között. Fontosnak tartjuk most 2021-ben is, hogy jó helyekre kerüljenek ezek a források. Habár rögtön hozzá kell tennem, hogy a mostani Covid helyzetben nagyon nehéz ezeket a forrásokat ugyebár előre látni, hogy mire tudják majd a civil szervezetek elkölteni. Mindnyájan tudjuk, hogy jelenleg nem lehet rendezvényeket tartani, gyülekezési tilalom van, így sajnos a nyugdíjas klubok is az online platformokon tartják a kapcsolatot egymással. Én nagyon bízom benne, hogy mielőbb elkövetkezhetnék, mielőbb eljutunk majd oda, hogy elérjük azt a fokú védettségi számot, amelynek következtében a civil szervezetek újra tudnak találkozni egymással. Gondolok itt arra, hogy a közösségi ház újra megtelhet élettel, hiszen amikor a normális hétköznapokat éljük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a civil szervezetek, legyen az nyugdíjas klub vagy más civil szervezet, a közösségi ház különböző termeiben összegyűlik, találkoznak, megbeszélik a mindennapokat és különböző rendezvényeket szerveznek. Jó pár példa számos rendezvényt tudnánk felsorolni, hogy melyek voltak ezek az elmúlt esztendőben. Én nagyon bízom benne tényleg, hogy itt a nyár közelettével újra megrendezésre kerülhetnek majd ezek a rendezvények. A mi szándékunk az az, hogy ezeket a rendezvényeket, civil szervezeteket 2021-ben is változatlanul támogassuk, ezért arra biztatok mindenkit, hogy pályázzanak, mi pedig igyekszünk minél jobb helyre tenni ezeket a forrásokat. A civil szervezetek hogyan tudják beadni a pályázatukat? Jelenleg két formában is van erre lehetőség. Ugye a koronavírus miatt elektronikus úton is be lehet nyújtani ezeket a pályázatokat Tóth Ádám kollégának az e-mail címére, ami a tóth.ádám@mezőtúr.hu címet takarja magában, valamint írásos formátumban is be lehet nyújtani a mezőtúri önkormányzati hivatal posta címére, ami a Kossuth Lajos tér 1 szám alatt van. Szintén Tóth Ádám kollégának kell címezni ezeket a benyújtott pályázatokat. A pályázathoz, a formanyomtatványhoz hogyan tudnak hozzáférni a pályázatra jelentkezni kívánok? A város honlapján van fönt, tehát a www.mezőtúr.hu oldalon találják meg azok, akik szeretnének pályázni. Innen letölthető a formanyomtatvány, ezt kinyomtatva, kitöltve kell visszaküldeni. Akinek esetleg segítségre van szüksége, vagy kérdése lenne a pályázattal kapcsolatban, szintén Tóth Ádám kollégát keresse bizalommal. Április 26-án hétfőn lesz a legközelebbi véradás. Nyilatkozta a televíziónknak Körmendi Andrea, a Magyar Vöröskereszt Mezőtúri Szervezetének az elnöke, aki elmondta, a májusi véradás a tüdőszűrés okán átkerül a Városi Sportcentrumba. Azonban nyártól ismét a már megszokott helyszínen, a Kézművesházban tartják meg a véradásokat. A soron következő véradó alkalmakról mit tudhatnak a tévénézők?
Legközelebbi véradásunk, hogy az április végi, április 26-án lesz, ez hétfői nap, ne téveszem meg senkit sem. Ugye a megszokott szerdai napokat sajnos el kellett tegyünk ugye a vérellátomás elfoglaltsága miatt, ezért legtöbbször most kedden van a véradás, de sajnos vannak olyan alkalmak, amikor ez is módosul, és ugye át kell tenni hétfőre. Ilyen lesz az áprilisi, az április 26-ai, amikor is ugye hétfőn lesz 8-tól 12-ig a véradás a kézműves házban. Ezért, azért is lett ez szerencsés dolog, mert ugye a tüdőszűrő vizsgálat pedig szerdától kezdődik a kézműves házba, úgyhogy még most az áprilisit szerencsére meg tudtuk ott tartani, viszont a májusi véradás helyszíne módosulni fog. Ugyanis a tüdőszűrő még akkor is fog tartani, ezért a májusi véradás, május 31-én lesz egyébként, azt át kellett tenni a Városi Sportcentrumban. Ott nem idegen a helyszín, hiszen túrivásár alkalmával volt ott már véradás nem is egyszer. A tanácskozó, ugye az egy jó helyszín, ott lesz majd a véradás. Főkapun lehet majd bejönni, de mindenkit útba fogunk igazítani, hogy megtalálja majd azt akkori véradást is. És akkor a júniusi véradás már nem fogja érinteni a tüdőszűrő, hogy ők hamarabb el fognak onnan költözni, tehát a június végé, 29-i véradás az már ismételten a kézműves házban lesz. A járványhelyzet az hogyan befolyásolja a véradást? Van-e rá valamilyen hatással? Persze, a véradása is van hatással a járvány, mint ugye mindenre. Tavaly márciusban kezdtük ugye ezt a koronavírus helyzetet, akkor kezdődött ugye az első karantén. Pont belefutottunk, mert március közepétől lett akkor elrendelve, és nekünk 23-án volt akkor véradás. Akkor azért jóval kevesebben voltunk, tehát 23-4 valahogy így volt a véradás létszáma. Akkor még úgy tartottak az emberek, idegen volt ez a helyzet. Aztán ugye úgy beletanultak az emberek is, ugye, hogy hogyan kell, meg mindnyájan beletanultunk ebbe a koronavírus helyzetbe, és akkor ugye utána a véradások már sokkal jobbak voltak. Tehát tulajdonképpen nyáron szinte teljesen a megszokott létszám volt. A novemberi ugye kimaradt szintén ugye a új koronavírus helyzet miatt, az új vészhelyzet miatt, de decemberben még túl is teljesítettük a tervet, tehát teljesen visszatért a régi kerékvágásba. Ugye megvannak az előírásaink, tehát mi is betartjuk azokat a higiénés előírásokat, amiket ugye muszáj, előszűrést végzünk. Ugye maszk természetesen kötelező, úgyhogy már most újra jönnek az emberek véradása, hiszen muszáj, mert ugye a véradás nem állhat meg, a vére mindig szükség van. Akik már átestek a vírusfertőzésen, illetve oltást kaptak, azok is adhatnak vért? Igen, adhatnak vért. Ezt el szokták egyébként ismételni, vagy mondani az oltás helyén is. Tulajdonképpen már, ha nincs semmi panasz, tehát nincs lázas állapot, nem érzi rosszul magát az illető, akár már másnap jöhet vért adni. Szokták egyébként javasolni a veszélyeztetett korosztálynak, pláne, hogy tehát itt ugye a 65-66-ig lehet vért adni, és ugye annak a korosztálynak ugye 60 fölött javasolták, hogy inkább várják ki a második oltást is, és akkor utána jöjjenek vért adni. De tulajdonképpen mostanában már egyre több, szinte minden véradásunkon van olyan, aki megkapta pár napja, semmi panasza nincs, és jött vért adni, és nyugodtan jöhet vért adni. Az év második felében hogyan fognak alakulni a véradás alkalmak, időpontok? Júliusban nem lesz, július végi véradáson kimarad, mert hogy augusztus elején túrivásáros véradást tervezünk. Ha vásár nem lesz a véradás, akkor is meg lesz, tavaly is megvolt. Úgyhogy utána viszont lesz minden hónapban véradás, tehát ugyanúgy meg lesz tartva, decemberi lesz majd egy kicsit hamarabb, az december közepén, hiszem 14-én lesz, de utána minden hónapban lesz majd véradás. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss híreken majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!